fogasfilét fogunk készíteni petrezselymes fokhagymás pestóval, fel fogjuk göngyölni, és vajba fogjuk megpirítani. Pirított savanyú káposztával fogom tálalni, illetve egy petrezselymes hajdina salátával, és egy kis pirított dió jön még a tetejére, illetve, hogy ne legyen túl száraz a fogás, egy fehérboros vajhabbat fogunk hozzá még készíteni. Miután lebőröztük a fogasfilénket, egy picit megnyitjuk, hogy még több petrezselymes fokhagymás pesto kerüljön bele. Ugye az a célunk, hogy teljesen átjárja ez a friss petrezselymes íz a fogast. Veszek egy pici sót, tengeri sót, ugye a Balaton partján nyilván ez most nem aktuális, de nagyon szeretjük. Pici durvára ölt bors. És megkenjük a már elkészített petrezselymes fokhagymás olajjal. Petrezselymet és fokhagymát olívaolajjal leturmixoltam. És most egy folpakra lesz szükségünk, amivel a halat megformázzuk. Egy kicsit előformázzuk, majd ráhajtjuk a folpakot. Azt a cél szolgálja, hogy minél feszesebben tudjuk megformázni a halfilét. Az egyik végét megfogjuk, a másikat tekerjük. Viszünk egy kis újabb technológiát is az étel elkészítésébe, tehát vákumtasakba tesszük. Egyébként otthon is nagyon sok szupermarketbe tudunk megkapni vákumozót, vízgőzbe fogjuk egyenletes hőfokon a halfilét elkészíteni. 60 fokos, 70 fokos hőmérsékletű vizet kell elérni, és ebbe behelyezzük a levákumozott fogasfilénket, és körülbelül egy 20 percig benne hagyjuk. Tehát én ezt most elviszem és levákumozom. Amíg a fogasunk pihen, illetve hűl, addig elkészítettünk egy hajdina salátát. Semmi más dolgunk nincs, a boltban megvásárolt hajdinát körülbelül 10 percig lobogó sós vízben megfőzik, majd leszűrik és lehűtik. Ezután olívaolajjal, frissen vágott petrezselyemmel, sóval és borssal bekeverik, ízesítik. Utána annyi lesz csak a dolgunk, hogy egy pici vajjal visszamelegítjük a serpenyőbe, és így kerül a tányérra. Nekiállottunk a vajmártásunknak, illetve a vajhabnak. Ehhez egy gyors forralóra lesz szükségünk, illetve egy kisebb fej vöröshagymát. Szépen finomra vágunk. Vöröshagymát elkezdjük vajon megpárolni. Kis fehérborral lerocsoljuk. Miután elpárolódott a fehérborunk, illetve az alkohol zöldség alaplével fogom felönteni, jöhet a vaj. Ráízesítünk sóval, jöhet egy kis frissen őrölt bors, pár csepp friss citromlével fogjuk a mártásunk savasságát beállítani. Most annyi a dolgunk, hogy leturmixoljuk és megkóstoljuk. Káposztát vajon megpirítom, kakukkfűvel és borssal fogjuk ízesíteni. Egy kocka vajat hozzáteszünk. Szépen elkezdett pirulni. Egy ág kakukkfűvet hozzádobunk. Amikor a káposztánk megpirult, félreteszem, és következő mozdulatban meg fogjuk pirítani a halat. A kihűlt halat szépen kibontjuk a vákumzacskóba, levágjuk a fóliát, és ha jól dolgoztunk, akkor szépen egyben marad a hal roládunk, annyi a dolgunk, hogy vajba megpirítjuk. Teljesen forrónak kell lenni a vajnak, szépen piruljon a hal, miután szép világos barnás szint elértük, tehát megpirult a fogasoládunk, lassan tálalhatjuk az ételünket. Ezzel el is készítettünk egy nagyon könnyű fogasételt, ami szálkamentes. Nyugodtan készítsék el otthon önök is vendégeiknek. Jó étvágyat kívánok!